A Sós Imre Színházteremben a himnusz hangjaival kezdődött városunk március 15-i ünnepsége, aminek elején Hegedűs Péter, városunk polgármestere mondta el a megemlékező beszédet. Kedves balmazdúrvárosiak, tisztelt megjelentek! Köszöntöm Önöket az 1848. március 15-i forradalom 175. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt emlékezzünk. Hölgyeim és uraim! Ünnepeljük a szabadságot. Emlékezzünk a szabadságharc hőseire és tetteikre. Idézzük fel az emlékeiket, utazzunk vissza a történelembe, és összegezzük annak máig tartó tanúságait is. 1848 fordulópont volt a magyar nemzet sorsában. Határkő múlt és jövő között. Szakítás az elnyomással, és a cselekvés azért, hogy a szabadság ne csak álom legyen, hanem valóságá váljon. Petőfi, Kossuth, Széchenyi és Batthyány annyi mindenről más gondoltak, és olyan kevés dologban értettek egyet, hogy az felsorolni is nehéz lenne. A szabadságharc mégis egy táborba vezette őket. A szabadság szeretete, az elnyomás elutasítása, a nemzet szabadságáért vívott nemes harc képes volt felülírni az összes egyéb vitás kérdést. Ma teljesen természetes itt Európában a népek szabadsága, ami 1848-ban egyáltalán nem volt az. Napjainkra az európai emberek rájöttek arra, hogy a közösségek csak együtt, egymással szoros, jó kapcsolatban élhetnek szabadon. Együtt, és nem egymással ellen, egymás ellenében. Ezt a hosszantartó békét és szabadságot köszönhetjük a létrehozott Európai Uniónak. Ennek a folyamatnak az egyik elindítója volt az 1848-as szabadságharc és forradalom. Tisztelt megemlékezők! A forradalom győzelme példát mutat bátorságból, összefogásból, az egység erejéből és a hazaszeretetből. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, mi történt Világosnál és Aradon. Sokat hallottunk Hajnau szörnyű tetteiről is. Március 15-e mégsem a veszteségek siratásának a napja, hanem a magyar szabadság ünnepe. És teljen el akárhány évtized és évszázad, legfőbb kívánságunk ugyanaz, mint az esőben ázó tömegeké volt. Legyen béke, szabadság és testvériség. A szabadság a testvériség mellett még feltételezze az egyenlőséget is. Az egyenlő elbírálást, a törvény előtti egyenlőséget, az egyenlő esélyt a szabad élethez. Mindezek előfeltétele az emberi méltóság sérthetetlensége, az emberi méltóság szentsége. Ezek voltak az 1848-as szabadságharc alapeszméi és értékei is. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezek az eszmék semmit sem veszítettek időszerűségükből. Ma is világító toronyként magasodnak a népek és nemzetek előtt. A szabadság szeretete nem múlik el, sohasem kerülhet múzeumba. A történelem nem ért és nem is ér véget. A szomszédországban véres háború dúl. Az egyik oldalon ott vannak a támadó agresszorok, az elnyomók, akik az élet helyett a halált, a jólét helyett a nyomorúságot, az építkezés helyett a rombolást, a szabadság helyett az elnyomást hozzák egy független népre. A másik oldalon ott állnak azok az ukrán polgárok, akik a hazájuk függetlenségét, az egyén és a közösség szabadságát védik, és ezért vállalják akár a halált is. Egyetlen nép sem jogosult arra, hogy egy másik népet megfosszon a szabadságától. Nem volt jogosult erre 1848-ban sem az osztrák monarchia, sem a cári Oroszország. Soha senkitől nem kapott és nem is kaphat felhatalmazást egyetlen állam sem, hogy egy másik szuverén állam létére törjön, területeit elfoglalja és polgári lakosságát legyilkolja, vagy elűzze szülőföldjéről. A szomszédban zajló háború elől százezrek keresnek menedéket az Európai Unió tagországaiba. Keresik a reményt, a kiutat és mentik az életüket. Nők és gyerekek, szegények és gazdagok együtt menekülnek és együtt hisznek abban, hogy előbb vagy utóbb visszatérhetnek hazájukba. Amikor béke van, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a történelemből ismert háborúk már nem térhetnek vissza. Az emberiség azon időszaka már lezárt dolog. De hölgyeim és uraim, ilyenkor döbbenünk rá, hogy a szabadság mennyire törékeny dolog. Ilyenkor látjuk és érezzük, hogy a szabadságért nem csak állandóan meg kell harcolni, de tudni kell megőrizni, óvni, védeni, mert törékeny.
Minden szabadság szerető ember az ukrán nép mellett áll, a szabadság oldalán áll. Mi magunk is így teszünk. Ma ez az egyetlen helyes út, melyet nekünk fáklyával világítanak meg 1848 hősei. Kedves megjelentek! Lobognak a nemzeti színű zászlók, előkerülnek a szebbnél szebb kokárdák, kicsinyosítjuk a szobraink környékét. Életet lehelünk minden évben a letűnt korunk történéseibe. Tanítjuk, átadjuk gyerekeinknek történelmünket. Évről évre, generációról generációra, bár 175 éve. 1848 eszmei mai napig nem vesztettek időszerűségükből. Kossuth, Petőfi és a többi hősünk példamutatása, önfeláldozása nem volt hiába való. Magyarország önálló, szuverén, szabad országgá, az európai közösség teljes jogú tagjává vált napjainkra. Dicsőség 1848 hőseinek! Az ünnepi műsor folytatásában a Becktoni ifjúsági fúvós zenekar játékát hallhatták, a Szép számban megjelentek. Az ünnepi műsor fénypontjaként a Balmazújvárosi Általános Iskola Székhely Intézményének 3. D és E osztályos tanulói adták elő a Haza mindenekelőtt című műsorukat. A több mint fél órás előadás most mi a záró pillanatokkal idézzük fel, ahol az összes fellépő gyermek felkészítő tanáraikkal kiegészülve álltak a színpadon. Az időjárás is hű volt a korabelihez az ünnepnapján, így a Gyimes Néptánc Együttes eredetileg már szabadtérre tervezett fellépését a Karinkó Népzenei Együttes kíséretében szintén még a színházteremben tekinthették meg a nézők.
téri díszparkban a koszorúzás előtti pillanatokban Mercs János, a Csokonai Színház művésze szavalta Petőfi Sándor versét. Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám, az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresné olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra fel-fel röppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Hold dicsőség, halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra, ott van még hibe, hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvéreink, kik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét, magyar vagyok, s arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallig nék, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért, s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem. Hőn szeretem. Imádom gyalázatában is nemzetemet. A koszorút elhelyezik. Balmazújvárosváros önkormányzata nevében Hegedűs Péter polgármester és Demeter Pál alpolgármester. Városi Közös Önkormányzati Hivatal nevében Szilágyi Gábor jegyző és Citráné dr. Urgyán Ilona aljegyző. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság képviseletében dr. Berec József rendőrezredes, kapitányságvezető és Lakatos Sándor rendőralezredes. A közel másfél órás ünnepi műsor megemlékezés koszorúzás során készült felvételeinket teljes terjedelmükben vasárnapi adásunkban láthatják. Tartsanak velünk akkor is!